Köszöntöm nézőinket, Önök a Szentendre ma hírmagazinunkat látják. Elsőként nézzük mai adásunk tartalmát röviden. Szentendrei rendőrkapitányság 21 éves férfi rabolt Dunabogdányban. Tavasz a változékony idő hatásai a felnőttek és a gyermekek szervezetére. Erdész Galéria, Vajda Júlia kollázsai a tárlaton. 21 éves férfi tartóztatott le a Szentendrei rendőrkapitányság rablásbüntet megalapozott gyanúja miatt. A rendelkezésre álló adatok szerint Cs. Kálmán 21 éves pomázi lakos 2017. március 25-én az esti órákban egy dunabogdányi családi házban együtt italozott a sértettel, akit felszólított arra, hogy a kezén lévő pecsétgyűrűt adja oda neki. Mivel a férfi erre nem volt hajlandó, Cs. Kálmán egy kést vett elő, és azt a sértettől 30-40 cm-nyire tartva tovább követelte az ékszert, amit végül lehúzott a férfi ujjáról és a helyszínről távozott. A szentendrei nyomozók a rablás elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit 2017. március 25-én 23 órakor dunabogdányi tartózkodási helyén elfogták, előállították, majd kihallgatását követően bűnügyi őrizetbe vették. A szentendrei járásbíróság a gyanúsítottat 2017. március 28-án előzetes letartóztatásba helyezte. Nehéz megbirkózni a fronthatások okozta panaszokkal, az egyik nap a tavaszias, a másik nap a fagyos idővel járó kellemetlenségekkel. A tünetekre, mint például a fejfájás, szédülés érdemes odafigyelni, mert akár a magas vérnyomás tünetei is lehetnek. Egyre kevesebb a beteg a szentendrei házi orvosoknál. Bár a változékony időjárást kísérő frontok hatása megviseli az egészséges szervezetet is, így a krónikus megbetegedésben szenvedőkre még intenzívebben hatnak a magasban végbe menő légnyomás változások. Megkérdeztük az egyik szentendrei házi orvost, hogy a szezonális betegségek mennyire okoznak megbetegedéseket a tavasznak ebben az időszakában. Sokkal kevesebben van, de azért még tart. Egy picit ez a változó időjárásnak is betudható. Nyilván nehéz még mindig öltözködni, reggel hideg van, este is hideg van, de napközben azért már a napsugár lecsalogatja rólunk a kabátot, úgyhogy nehéz ezért öltözködni, de jóval kevesebb a létszáma már ezeknek a betegeknek. A legjellemzőbb az még mindig a köhögés, kis torokfájás, láz az nem is nagyon feltétlen szokott lenni. Mennyire viseli meg a szervezetet ez a változékony idő, hiszen volt olyan, hogy akár 15 fokkal is melegebb volt egyik napról a másikra. Igen, ez mindig nagy problémát jelent a betegeknek is, meg hát nyilván rajtuk keresztül nekünk is. A hirtelen változások azok bizony erőteljes biológiai hatással szoktak jelentkezni. Nem minden esetben, de elég gyakran. Hidegfrontoknál izomgörcsök, vese, görcs szokott például előfordulni, vérnyomás kiugrások szoktak lenni, ezért is tartjuk nagyon fontosnak, hogy most már elérhető az otthoni vérnyomásmérés, és ezzel mind több alkalommal kellene érnünk. Ami fontos, hogy általában azt szoktuk mondani az otthoni vérnyomásmérésre, hogy nem elég egyszer megmérni, sőt a legelsőt azt még nem is kell megnézni tulajdonképpen, hanem ugyanúgy nyugalomban maradva egy 5-10 perc múlva egy második-harmadik mérés az, amelyik igazából reális lesz. Melegfrontoknál milyen tünetek jelentkezhetnek? Ott is leggyakrabban a vérnyomás kiugrás szokott lenni. Azoknál, akiknél nincs kezelve a vérnyomás, nagyon gyakran ilyenkor jövünk rá, vagy jönnek rá a betegek, hogy nem véletlenül fáj a fejük, nem véletlenül ingerlékenyek, nem véletlenül csökken a reflex idő. Ezek mögött nagyon gyakran van vérnyomás kiugrás. A másik az inkább a krónikus betegeknél szokott lenni, szívritmuszavar formájában is elő tud ez jelenni. Nagyon fontos az, hogy a megfelelő gyógyszereiket azt rendszeresen szedjék. Azért azt tapasztaljuk, hogy azzal, hogy otthon mérik a vérnyomását, előnye is van, de hátránya is, mert azt gondolják, hogy rendben van ilyen nyomás, akkor ki lehet hagyni egy-egy gyógyszert. Ettől azért óvni szoktuk őket, azt mindig velünk érdemes megbeszélni. Van, amikor lehet esetleg csökkenteni a gyógyszert, de azt is jó, hogyha megbeszéljük vagy a nővérrel, vagy az orvosunkkal.
Nem csak a felnőtteknek, de a gyerekeknek is meg kell küzdeniük a frontok okozta panaszokkal. Akár az egészen kicsiknél is jelentkezhetnek a tünetek, de az édesanyák sokat tudnak enyhíteni, könnyebbé tudják tenni a nehezebb időszakokat. Egészen kicsiknél, akik otthon vannak és nem járnak közösségbe, azoknál kevésbé, mert az anyuka ezt tudja szabályozni, tehát akár babakocsi, akár kis totyogó babák, azért az időjárásnak megfelelően tudják költöztetni. A probléma inkább az, amikor óvodába, iskolába viszik a gyerekeket, és reggel hűvös van. Hát én hallgattam a időjárás jelentést, hogy hol 0 fok, hol -1-2, és délben meg már 18-20 fok van, tehát ez nagyon nehéz közösségbe, hogy az óvónők leszedjék. Tehát amit én, mint gyerekorvos tudok javasolni, hogy rétegesen öltöztessék a gyerekeket, és abból ugye, ahogy melegszik az idő, vetközzenek le. Nagyon kell vigyázni, hogy ne izzadjanak ki, utána ne igyanak hideg vizet, mert az van olyan gyerek, aki nagyon érzékeny ilyesmire. Milyen tünetekre figyeljenek oda a szülők? Hát a rekedtség, köhögés, nátha, tehát egy banális nátha, azt, ha megszívja az anyuka és vízszerű, azt is érdemes, este mindenképpen kéne orrcseppet. Azt is tudni kell, hogy orrcseppet maximum egy hétig szabad adni. Vizes orrfolyásra javasolt orrcsepp van, ami ugye a sűrűbb váladékra használják, de jó szokott lenni, tehát azokkal lehet játszani. És a szülők, én mindig szoktam azt a betegeimnek mondani, hogy mire figyeljenek oda. Fontos az immunrendszer megerősítése, különösen a téli időszakot követően, amikor a szervezetnek lemerül a vitamin készlete, és az ásványi anyagok pótlása is hasznos lehet, hogy a kicsik szervezete is ellenállóbb legyen a vírusokkal szemben. Az egyik szentendrei gyermekorvos hasznos tanácsokkal is ellátja a hozzáforduló édesanyákat. Az örökzöld vitaminokkal, amit az a kisebbeknek 3 éves korig mindenképpen a D-vitamin is kell, de például egy vékonyabb alkatú gyereknek még később is szoktunk adni D-vitamint, és hát a C-vitamin, a multivitaminok nem szabad túlzásba vinni, be kell tartani az utasításokat, de azok nagyon jó védenek. Kicsiknél, nagyoknál fontos a szervezet egészségének megóvása az év minden szakaszában, különösen a téli vitamin hiányos időszakot követően. A megelőzésre fontos időt szánni az immunerősítésen túl is. Szentendrén a városi uszodában április 8-án ismét egészségnapot tartanak a prevenció jegyében, ahová érdemes lesz ellátogatni, mert számos szűrés vehető igénybe ingyenesen, ez alkalommal is. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben az ország egész területén. Pest megyében március 3-án lépett életbe a korlátozás, ami a Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint visszavonásig marad érvényben. Vajda Júlia festőművész kollázsaiból nyílt kiállítás nemrégiben az Erdész Galériában. Richter Júlia 1935-ben ismerkedett meg férjével, a festő Vajda Lajossal. Ezután 4 évig az Iparművészeti Iskolában, majd Abanovák Vilmos Szabadiskolájában tanult. 1937 nyarától férjével Szentendrén élt és dolgozott. Vajda Júlia 1935 és 39 között az Iparművészeti Iskolában és Abanovák Vilmos Szabadiskolájában tanult. 46-tól 48-ig tagja volt az Európai Iskolának. 61 és 63 között Párizsban élt. 1935-ben ismerkedett meg későbbi első férjével, Vajda Lajossal, amikor Pozsonyból Magyarországra települt. Ekkoriban olyan gyengéden lírai pasztelleket készített, melyek hangsúlyozták a szerkezetet, művei elsősorban önarcképek és csendéletek voltak. 1946-tól második férjével, Jakovics Józseffel közösen állított ki az Európai Iskola és az Elvont Művészek Magyarországi Csoportjának tárlatain.
1948-ban megfestette Szentendrét, ebben az évben rendezte első önálló kiállítását is. A fordulat évét követően kiszorult a művészeti nyilvánosságból, és kevesebb műve született. A Szentendrei Erdész Galériában már többször volt kiállítása. A márciusi megnyitón Erdész László, a galéria vezetője köszöntötte a megjelenteket. Vajda Júliának a bemutatott anyagával kapcsolatban szeretném elmondani, hogy ez egy olyan anyag, mint a Júlia volt, ilyen szolíd, csendes, ugyanakkor elgondolkodható és sokatmondó. Nagyon örülök, hogy megtisztelt a család azzal, hogy átengedték kiállításra, és tacára annak, hogy a magyar közönség annyira a kollás műfajért, mint olyanért nem lelkesedik, ennyi szólva. Mégis erőben mondhatom, hogy az itt lévő képek jelentős része nagyon gyorsan értő gyűjtőkhöz került, számomra ez is egy nagy öröm. A művésznő 1956-57-ben a svédországi Landban dolgozott, ahol növényi hajszál csövekre, kapillárisokra emlékeztető rajzokat és finom ívelésű formákat, valamint ritmizáló lírai absztrakt képeket készített. Az 1960-as évek elején finom belső térképeket és zenei hatású, ritmikus tagulású krétarajzokat alkotott, majd az 1960-as évek végén már egyre inkább a tiszta színsíkok harmóniájával és ritmikájával foglalkozott. Az Erdész Galériában most kiállított montázsairól Szűcs Miklós festőművész beszélt. Festőnek lenni nehéz dolog. Gondolom az íróknak sem könnyebb, de az legyen az ő bajuk. A kőfaragókról és balettáncosokról nem nyilatkozhatom. Szóval nehéz festőnek lenni, nehéz, mert állandóan megpróbálják őket a valósággal szembesíteni, anélkül, hogy valaki végre elmagyarázná nekik, hogy mifán is terem az a valóság. Hatoljunk a konkrétumok felé. Adva van egy festő, aki mostanában mondjuk tájképeket fest. Legalábbis azt hiszi, azt állítja, hogy az ő képei tájképek. Odaáll a vászon elé, és húz egy vízszintes vonalat. Ezzel nagyjából a tájkép követelményeinek eleget is tett, hiszen kis jóindulattal ezt a vízszintes vonalat már horizontként értelmezhetjük. Elválasztotta az eget a földtől, s ha mondjuk a kép vonal alá eső részét, legalábbis annak egy részét sötétre festi, akkor a genezisnek másik utasításának is eleget tett, elválasztotta a vizeket a szárazföldtől, és így tovább. Most már csak be kéne népesíteni a képet hegyekkel vagy mezőkkel, az eget felhőkkel, és így tovább. Csak sajnálatos módon a festő nem hegyeket és madárkákat fest, hanem formákat. Hegy és madár, meg mondjuk angyal alakú formákat, hogy a lovakról és páncélos vitézek alakú formákról már ne is beszéljünk. És itt kerül a képbe a már emlegetett valóság. Festőnk ugyanis ritkán van abban a boldogító helyzetben, mint bármelyik könnyűkezű kis csoportos óvodás, aki húz egy függőleges vonalat az előtte fekvő papírra, és a lelkes néző kérdésére, hogy mi is lenne ez, kerekre nyílt szemmel azt válaszolja, hogy ez a mama. Majd húz egy másik, erősen hasonló vonalat, és azt mondja, ez meg a papa. És a nézők közül senki nem vonja kétségbe állításának hitelességét. De mondom, a boldog fogalmi gyerekkor elmúltával ez a tökéletes módszer már nem működik. A festőnek olyan formákat kell kitalálnia, és papírra, vászonra vetnie, melyekről a néző elhiszi, hogy ezek a formák bizony egy angyal, vagy egy teljes csupor adekvát felidézői. Olyan vonalakat kell rajzolnia, melyek elhitetik a nézővel, hogy azok hiteles megjelenítői, vagy ábrázolatjai valaminek, és ez bizony embert próbáló feladat. A hangsúlya hitelesen lett volna. Szóval, hogy hiteles megjelenítői. Közismert példákat lehetne sorolni. Mondjuk Kandinsky évekig festett amőbái, vagy nem is tudom micsodái, ahol a festő megpróbált új formákat a semmiből kitalálni,
és abból legtöbbször épületes szamárságok születtek. És nem azért, mert azok az aműbák nem hasonlítottak eléggé a biológia könyvekben található aműbák ábrázolásaira, hanem mert a kép terében, a kép, jobb hiány használjuk ezt a szót, valóságában nem tűnnek azok a formák hitelesnek. És akkor most már ráfordulnék mondandóm lényegére. A 20. század elejétől fogva sok festő úgy próbálta ezt az akadályt megugrani, hogy kölcsön vett, egyszer már hitelesített formákkal dolgozott, és így megszületett például a kollázs vagy a fotomontázs műfaja. Csendben jegyezném meg, hogy a hiteles formákat találni, kreálni problémát így sem sikerült igazán megúszni, legfeljebb a formákon belüli felületek gazdagításával már alkalmasint kevesebb macera volt. Vajda Júlia montázsai április 7-éig hétfő kivételével minden nap 10 és 18 óra között tekinthetők meg az Erdész Galériában. A Szentendre ma adását látták, maradjanak továbbra is velünk, hamarosan Fókuszban című magazin műsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, ahol friss híreket olvashatnak és élőben követhetik adásunkat, amit az Itt-Ott TV alkalmazáson is elérnek, de csatlakozhatnak oldalunkhoz a Facebookon is munkatársaim nevében. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!